Tamásról Budapestről. A labdarúgást most tulajdonképpen beviszük a szobába, és néhány alapgyakorlatot bemutatunk, hogy akár a téli időszakban, akár gyakorlás és rehabilitáció címen, hogy tudunk a szobában gyakorolni. Bemutatom Ferit, barátomat, ő segít a gyakorlatok bemutatásában. Első gyakorlatunk egy egyszerű labdaérzékelés lesz, második gyakorlatunk szintén egy egyszerű labdaérzékelés lesz. Ezeket mutatjuk be természetesen mindkét lábon. Jobb lábunk a labdát, és tulajdonképpen oldalirányú görgetést végzünk kívülre belőle. Gyakorlatilag egy és kettő. Most következik a lábcsere. Kifelé kezdünk. Egy, kettő, egy, kettő, egy, kettő, egy és kettő. Következő gyakorlatán jobb láb a labdán, és tulajdonképpen előre görgetjük addig, amíg a sarokra meg tudjuk állítani, vagy visszagörgetjük és lábujjegyel megállítjuk. Ez a gyakorlat, ebből is szintén 4-4 darabot mutatjuk. Gyakorlat rajta. Egy és vissza. Lábcsere. Hátrafelé kezdjük, lábujjegyel megtámasztjuk, és előre sarok. Sarok, vissza. Ez volt az első.